Jó estét kívánok! Rév István vagyok. Én nem tudom, hogy Tölgyesi Péter, akinek a nevéhez köthető 89-es alkotmány néhány órával ezelőtt törölte el 262 szavazattal a parlament, mit fog beszélni ma este. Ezért bevezetőképpen csak a saját gondolataimat szeretném nagyon röviden elmondani. És ha megengedik, akkor egy rövid történettel kezdeném. 1990-ben az új parlament megalakulása után néhány héttel egy nehezen megoldhatónak látszó konfliktus akadályozta az országgyűlés munkáját. Orbán Viktor a Fidesz számára több bizottsági helyet szeretett volna megkapni, mint amennyire a Fidesz parlamenti számaránya feljogosította volna, és ez a konfliktus akadályozta a parlament normális munkáját, és ezért egy beszélgetésre került sor ennek a konfliktusnak a feloldására. Ennek a beszélgetésnek a során fültanúja voltam egy párbeszédnek Tölgyesi Péter és Orbán Viktor között. Mond Viktor, kérdezte Tölgyesi Péter, aki akkor az SZDSZ parlamenti frakció vezetője volt, te hogyan tudod elérni, hogy ezek a fideszes képviselők mindig úgy szavazzanak, ahogy te akarod? Hogyan? Mert hogy mondta Tölgyesi Péter, ezek az SZDSZ-esek mindig úgy szavaznak, ahogy éppen eszükbe jut, ahogy csak akarnak. Hogyan? Kérdezett vissza Orbán Viktor. Ők az én alkalmazottaim. Én fizetem őket. Na most Orbán Viktor tévedett, nem ő fizette őket, hanem mi fizetjük őket ma is, és mi fizettük őket akkor is. Ez csak a 262 szavazattal kapcsolatban szerettem volna elmondani. Gyásznap ez a mai, gondolom én, minden tisztességes és szabadság szerető ember számára. A kormányzó párt emberei olyan szöveget emeltek ma törvényerőre, amely súlyosan korlátozza a magyar állampolgárok szabadságát, és amely gúnyt űz a köztársasági elnök által naponta megcsúfolt magyar nyelvből is. A szövegben, ahogyan Orbán Viktor mondta, idézem, az európai hagyományoknak megfelelő megfogalmazást, idézet bezárva, sikerült találni többek között arra, hogy az alkotmány miként utaljon a magzati élet szentségére, amely ugyanakkor idézet nem teszi szükségessé a ma hatályban lévő magzatvédelmi törvény megváltoztatását, hogy úgy garantálják az alapjogokat, hogy korlátozzák azokat, hogy fenntartsák az igazságszolgáltatás függetlenségének látszatát, miközben minden felsőbb bírót a kormány nevez ki, január 1-je után 228 nyugállományba kerülő bíró helyett kell újakat kinevezni, hogy úgy tartsák meg az alkotmánybíróságot, hogy a kormány számára fontos és aktuális kérdésekben ne hozhasson döntéseket, hogy úgy illesszék az európai alapjogok kartájának bizonyos elemeit az magyar alkotmányba, hogy a nem rokonszerves passzusokat kihagyhassák belőle, hogy úgy tarthassák meg a köztársaságot, hogy leszámolhassanak vele. Az alkotmány szövege olyan, mint Nádas Péternek a tűzről és a tudásról szóló meséjében a magyar nyelv, amelyben a szavak nem azt jelentik, amit jelentenek, hanem inkább az ellenkezőjét, ám az sem teljesen, hol inkább ezt vagy amazt, miközben a lakosság nagy része úgy tesz, mintha közmegegyezés lenne arra nézvés, hogy a szavak jelentésére nincsen közmegegyezés. Az alkotmánynak egyértelmű módon kellene határt szabnia a hatalomnak, védeni az állampolgárt, garantálni a jogait. Ezzel szemben az alkotmány kétértelmű és tisztességtelen szövege, ez az én véleményem, nem ad az állampolgárnak egyértelmű garanciát, de azt biztosítja, hogy az ország csak akkor működik, ha a jelenlegi kormánypártnak kétharmados többsége van. Az országnak csak akkor lesz költségvetése, ha a Fidesznek kétharmada van. Akkor lesz csak az Alkotmánybíróságnak, a legfelsőbb bíróságnak, a Nemzeti Banknak, a Médiahatóságnak, a Számvevőszéknek elnöke, akkor lesz csak legfőbb ügyész, ha a Fidesznek újra, meg újra kétharmada lesz az országgyűlésben. Ha nem, akkor a választói akarattól függetlenül az marad, ami ma van. A történelem nem ad pontos iránymutatást a jövőre,
de az történelmi tapasztalatokból, meg a józanész alapján is tudni lehet, hogy egy olyan rendszernek, amelyet nem válthat le a demokratikus választói akarat, csak rossz vége lehet, nem feltámadás. Az alaptörvény preambuluma épp oly romlott nyelvileg, mint történetileg. A szöveg felment bennünket 46 hosszú év minden történelmi felelőssége alól. Nekünk nincs közünk a zsidók kiirtásához, a svábok és a szlovákok deportálásához, a kollektivizáláshoz, az internáláshoz, 1956 utáni megtorlásokhoz, a csehszlovák bevonuláshoz. Az új alkotmány történelemképe a terrorházának történelem szemlélete. Mi magyarok ártatlanok és büntelenek vagyunk, velünk csak megesett a történelem. Most már függetlenek vagyunk, függetlenek a történelmi tényektől is. A kormánypárti képviselők végül fogadkozások ellenére mégsem merték nevüket a szöveg aljára biggyeszteni. Azt hitték, megúszhatják. Az utókor nem jegyzi meg a nevüket. Tévedtek. Az utókor nem felejt. Ahogyan azt sem bocsátja meg, ha mi ma itt belenyugszunk, ha ez is csak megtörténhet velünk. Tölgyesi Péter. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is megköszönném, hogy eljöttek meghallgatni. Fontos nap a mai, ez egészen bizonyos. Azoknak, akik szeretik Orbán Viktort, és hisznek Orbán Viktornak, egy nagyon nagy ünnep van ma. A Magyarország megújulásának, Magyarország feltámadásának a napja, a húsvéti alkotmánynak az ünnepe, amikor az ország az ő gondolkodásuk szerint kétharmados többséggel megszabadul ettől a zavaros 20 esztendőtől, és most kezdődik az igazi Magyarországnak az igazi kormányzása. Az ország másik fele meg valóban gyásznapra gondol, a nagy pénteki Golgota járásra, arra, hogy most kezdődik valami olyasmi, ami miatt félárbócra kell ereszteni a zászlókat, és nagyon sok-sok minden nem úgy lesz, ahogy volt ebben a 20 esztendőben. Önmagában magyarázatot igényel, hogy hogyan lehet az, hogy egy demokratikus országban egyetlen egy parlamenti döntés ilyen mértékig ellentétes érzelmeket váltson ki az országban. Én amennyire lehet, sem az ünneplőkhöz, sem a gyászolókhoz nem szeretnék állni, hanem valahogy elemezni szeretném, hogy mi az ördög történt itt. Hogyan jutottunk el először is idáig, mert anélkül nem érthető meg az egész. Mi van ebben az alkotmányban, és mi következik ezután? Körülbelül ennyi a mostani előadásomnak a feladata és témája. Hogy rövid távon hogyan jutottunk ide, az elég könnyen belátható. A kétharmad óriási hatalmat adott annak, aki megkapta, és ugyanakkor valamiféle átok is van az ilyen óriási hatalomban. Egy olyan pályára állította le a magyar politikát a választóknak a döntése, demokratikus döntése, amelyről aztán senki nem tudott leszállni, amely pályán szinte szükségszerűen jutott ehhez a szavazáshoz, és nagyjából ehhez az eredményhez. A Fidesz és a jobboldal archaikus része, a Fideszhez nagyon hasonlóan, mindig a saját kormányzását összekötötte valami nagy váltással. Már 98-ban is arról beszélt Orbán Viktor, hogy itt több lesz, mint egyszeri kormányváltás. És különösen az utolsó 8 évben, de különösen 2006 ősze óta a Fidesz egyik alapállítása volt, hogy itt be kell fejezni a rendszerváltást, új rendszerváltást kell csinálni, el kell söpörni a múltat, el kell söpörni az olyan gyalázatos politikusokat, akik a 2006-os őszi eseményekhez vezettek. Tehát végig benne volt a Fidesz mondani valójában a nagy váltás. Közvetlen felhatalmazást a kormány nem kért az alkotmányozásra, csak a jó kormányzásról beszélt, de bizony az, hogy itt valami nagy dolognak kell történnie, az végig benne volt a későbbi győztesnek a mondani valójában. Mikor megkapta a kétharmadot a győztes, már nagyon nehezen tudott volna elmenekülni az alkotmányozás elől. Már egy nagyon nagy politikusi feladat lett volna, hogy megmagyarázza a saját leghíbebb közönségének, hogy miért nem ad az országnak új alkotmányt. Az alkotmány tényleg úgy kezdődött, hogy ideglenes alkotmány ez.
Miért nem tesz, csinál egy olyan alkotmányt, amit szeret a jobboldal, és szereti az, aki úgy gondolkodik Orbán Viktor, mint Orbán Viktor. Nagyon nagy feladat lett volna emelől kimenekülni, de a miniszterelnök nem is akart kimenekülni. A fülke forradalom meghirdetésével rögtön a választások estéjén lényegében végérvényesen rátette arra a pályára magát, hogy alkotmányozni akar, méghozzá egyedül. Az is világos volt, hogyha bármiféle szélesebb konszenzusra törekszik, akkor föladja azt, annak a lehetőségét, hogy ebbe az alkotmányba a saját identitása kerüljön. Sőt, valószínűleg föladja azt is, hogy legyen új alkotmány. Könnyű belátni, a 89-es, 90-es alkotmány működőképes. Rengeteg választást tartottunk alapján. Ezen az alapon a hatalomváltás békésen működött, létezik a hatalommegosztás rendszere, alapjogok rendszere. Semmiféle olyan kényszer nincsen, ami a politikai szereplőit arra kényszeríteni, hogy megegyezzenek az alkotmányos alaprendnek a kérdéseiben. A verseny időszaka van. Mindegyik politikai erő, különösen egy kétharmados győzelem után a saját identitását akarja fölmutatni. A saját legtisztább identitását, különösen akkor, hogyha a magyar politikai kultúrában egyébként sincs becsülete a kompromisszumnak. A magyar politikai kultúra azt jutalmazza, hogyha valaki kimondja, hogy ebúr a fakó, én ezt akarom, és nem engedek belőle semmit sem. Egy ilyen helyzetben, mikor az ellenzék egyharmad alatt van, semmiféle felelőssége nincs az alkotmányozásért. Egyszerűen a politika dinamikája azt kívánja, hogy egy ilyen helyzetben az ellenzék ne alkotmányozzon, hanem fölmutassa, hogy mit tart eljénvalónak, kívánatosnak. És lényegében ez történt már a 94-es ciklusban is. Nem is, akkor sem történhetett másképp. Egyszerűen elmúlt az alkotmányozás ideje. Az alkotmányozás normális ideje az, mikor egy háborús összeomlás, egy forradalom, ki tudja mi miatt, összeomlik a régi rendszer, és akik ott ülnek az új parlamentben, nem tehetnek mást, mint alkotmányoznak. Ilyenkor rá vannak kényszerítve a kompromisszum kötésre. Ez Magyarországon egészen biztosan nincs meg, ez 89-ben volt így, részlegesen még 90-ben. 90-től kezdve normál működése van a magyar politikai szerkezetnek, egy versenyző pártgazdaság van. Ebben a pártgazdaságban mindenki a saját identitását próbálja fölmutatni, az ellenzék ezt teszi. Az ellenzék azt keresi meg minden állításnál, hogy hogyan tudná jobban másként csinálni, és nem a különbségeket elfedni, kompromisszumra hozni óhajtja, hanem felmutatni a saját nagyszerűségét. Ez nem is lehet másképp. Ezért mondom, hogy az első pillanattól kezdve kényszerpályán voltunk, a vesztesek aztán meg végképp nem járulhattak hozzá ehhez az alkotmányozáshoz, hiszen a győztesek egyik fő állítása volt, hogy tőlük kellett megszabadítani a hazát, és azért lehet csinálni ezt a nagyszerű alkotmányt, mert ők veszítettek, és végre eltűntek a politika mezejéről. Tehát szerintem nem politikai hiba történt, hogy a Fidesz nem tudta bevonni az ellenzéket az alkotmányozásba, ez lényegében lehetetlen volt. Ki kell, hogy mondjam, hogy minden tudásom szerint a politika dinamikája most, itt 2010-ben lehetetlenné tenni azt, hogy konszenzusos alkotmányozás legyen. Sikeres konszenzusos alkotmányozás legyen Magyarországon. Ha a Fidesz beleszállt volna egy ilyet, játszmába, az azt jelentette volna, hogy a végén hosszú-hosszú viták vannak, aztán a végén marad a régi alkotmány. Márpedig ezzel a saját közönségének a legerőteljesebb, leginkább Orbán Viktor hívő magja elé nem állhatott oda. Ezért mondom, hogy a kétharmad hatalmas hatalmat adott, ugyanakkor egy olyan kényszerpályára vitte az országot, amelyről lehetetlen volt már leszállni. Igazán az volt a kérdés, hogy mi kerül ebbe az alkotmányba. Hogy mi lesz ennek az alkotmánynak a tartalma. A jobb oldalon szerintem igen sokan hallatlanul csalódottak mai napon, mert nagyon sok jobboldali alapérték bizony nem került ebbe az alkotmányba bele. A preambulumban nagyon sok-sok jobboldali állítás van, de messze nem érvényesül a Szent Korona uralma, ahogy a jobb oldalon sokan elképzelik. És volt egy-két alapállítás, amihez nagyon erőteljes jobboldali gondolkodók nagyon határozottan kötöttek. Az egyik ilyen volt a közvetlen elnökválasztás, nem lett belőle semmi. A másik a kétkamarás parlament, nem lett belőle semmi. A harmadik pedig a magalkotmánynak a gondolata. Ez részlegesen megvalósul, fogok majd vele részletesebben foglalkozni.
De a Fidesz abban a helyzetben, hogy Magyarország, amit kapott a Európai Unióban, a sajtóviszonyban, a médiatörvény után, inkább visszafogni próbálta, ki kell, hogy mondjam az én érzésem szerint, inkább visszafogni próbálta a saját identitásának a megjelenítését az alkotmányban, és nem ahova csak lehet benyomni ezeket a pontokat. Határozottan állítható, hogy a jobboldal magjának egy része bizony nem lesz elégedett ezzel az alkotmányozással. Mégis mit jelent nagyon röviden ennek az alkotmánynak a tartalma? Szerintem Magyarország szilárdan ugyanott maradt, ahol maradt holnap is, ahol tegnap előtt volt. Az országunk továbbra is a nyugati szövetségesi rendszernek a tagja, és ez rengeteg kötöttséget jelent, jogi kötöttséget is jelent Magyarországra. Magyarországra vonatkozik a különböző emberi jogi egyességeknek a tartalma, az Európai Emberi Jogi Bíróságnak a gyakorlata, és egy csomó jogállami gyakorlatot kikényszerít a szövetségesi rendszerhez való tartozás, és ez sok tekintetben döntő, rövid távon az erősebb hatást fog gyakorolni a jövendő évekre, mint az ellenzéknek az ereje. A másik, ami megint sokakat meglephet, az alkotmánynak a szavait megnéznénk, szerintem 80%-uk a 89-es arab törvényből származik. Megdöbbentően kevés a közvetlen változtatás. Itt igen nagy részt a 89-es mondatok görögnek. Különböző okai vannak ennek, hogy ez így maradt. A döntő ok szerintem, hogy a kormány többségben nem volt különösebb alkotmányozó fantázia, hanem alapvetően igyekezett a már bevált, meg kipróbált elemeknél maradni. Ez nem jelenti azt, hogy ne tett volna vele rengeteg olyan pontot, amely hallatlanul erősen vitatható. Rengeteg ilyen pont van. Én nem számoltam össze, de egész biztos, hogy 200 fölötti a számomra vitatható pontoknak a száma, és néhány nagyon súlyos van közöttük. Fogok majd a legfontosabbba kicsit később egyenként foglalkozni velük. Tehát rendkívül problematikus, rendkívül vitatható elemek kerültek be az alkotmányba, de az is bizonyos, hogy Magyarország továbbra is versenyző, magántulajdonon alapuló piacgazdaság marad továbbra is a többpártrendszer, és a jogállamiság alapjai is Magyarországon továbbra is fönnmaradnak. Ezt hallatlanul fontosnak érzem ezt leszögezni, minden temetői hangulat ellenére. Magyarország társadalma egy súlyos válságban van már hosszú-hosszú évek óta. Most ez a válság mostantól ki fog terjedni a közjogi berendezkedésre is. Ez a legfőbb újdonsága ennek az alkotmányozásnak, és ez a legfőbb baja ennek az alkotmányozásnak. 89-ben minden komoly politikai erő ott ült a kerekasztalnál, még nem komolyak is ücsörögtek ott. Vétójoga volt elvileg minden szervezetnek, és egy olyan alkotmányozás berendezkedés született, amely mögött nem állt a magyar közvélemény támogató szeretete, de a politikai eliteken belül többé-kevésbé mégis mindenki elfogadta. A rendszernek, mint olyannak igazán erőteljes külső ellenzéke nem volt. És ugyanez a helyzet volt a 90-es nagy alkotmánymódosításnál, azt nem épp, hogy kétharmad szavazta meg, hanem több mint 80%-a a magyar, szabadon választott magyar képviselőknek, 84 vagy valahány ilyen százalék volt a 90-es alkotmány, döntő jelentőségi alkotmánymódosításnál. És ugyanez volt még a helyzet az önkormányzati törvényt megszavazó alkotmánynál, és ott meg 90% fölötti volt az elfogadottság az alkotmánynak. Tehát volt egy olyan közjogi berendezkedésünk, amelyel az ország nem azonosult erőteljesen, nem fogadta nagy-nagy szeretet ezt a közjogi berendezkedést, de nem is volt olyan komoly politikai erő, aki magát ennek az egész berendezkedésnek az ellenfeleként, rendszerellenzékként fogalmazta volna meg. Most ez a helyzet változik meg lényegileg, gyökeresen és alapvetően. És ez a legsúlyosabb és legbántóbb változás. Azt lehet mondani, hogy az összes ellenzéki párt erőteljesen tagadja ezt az alkotmányt. A Jobbik elárult forradalomról beszél, mert azt mondja, hogy jóval több Szent Koronának és jobboldali mítosznak kellett volna bekerülni az alkotmányba. A baloldali ellenzék
pedig utcai megmozdulásokon is, tüntetéseken is kifejezte, illetve kifejezni fogja az ellenérzését ezzel a közjogi berendezkedéssel szemben. Eddig komoly politikai erő nem helyezte magát kívül ezen alkotmányos berendezkedésen kívül, most pedig az egész ellenzék sok tekintetben kívül fogja magát helyezni. Természetesen jogilag elfogadja legitimnek az alkotmányt, de az összes ellenzéki erő azt mondja, hogy ennek az alkotmánynak a megváltoztatására fog törni ezután. Egy más alkotmányt akar Magyarországnak. A politikai szerencse forgandó. Most az ellenzéknek nincsen egyharmados támogatottsága, vagy most már valószínűleg volna, ha most tartanának választásokat, de bármikor, akár heteken belül fordulhat a politikai szerencse, márpedig egy olyan közjogi berendezkedésünk lesz, ami eddig hallatlanul sikeresen a hideg polgárháborús országot is egybe tudta tartani. Rengeteg konfliktus volt ebben az országban, de mégis a közjogi berendezkedés egészére vonatkozó konfliktusok nem voltak, most pedig ettől a pillanattól kezdve lehetnek. Magyarország rettenetes gazdasági, társadalmi értékválságban van, de eddig közjogi válságban nem volt. Mostantól nagyon könnyen közjogi válságba is kerülhet. Könnyen előállhat az a helyzet, hogy mint eddig az alapvető közjogi intézmények döntéseit nagyon sokszor fogcsikorgatva fogadták el a politikai szereplők, alkotmánybíróságit, köztársasági elnökét, másét. Néha vitatkoztak is rajta, de igazán keményen, nyíltan nem mondtak ellen neki. Egyszerűen kívül volt a lehetségesen a nyílt, radikális ellentmondás, most pedig ez minden további nélkül lehetséges lesz. Magyarország ezzel az új közjogi berendezkedéssel nem megnyugváshoz jut, hanem egy új területen folytatódik a politikai küzdelem, aminek ki tudja, mi lehet a vége. Az alapkérdés az, hogy hogyan jutott az ország azután, hogy 20 évvel ezelőtt tele voltunk optimista várakozással, hogyan juthatott el egyáltalán idáig, hogy ilyen módon ketté szakadjék az ország már a közjogi rendszer alapjait illetően is. Ezzel foglalkoznék most egy darabig, és utána majd egyenként beszélnék az alkotmány problematikus elemeiről. Messziről kell kezdenem, de ahhoz, hogy teljes legyen a kör, muszáj végigmenni ezen az úton. Nagyon sok félreértés, téves gondolat van a magyar közvéleményben, muszáj ezekről viszonylag hosszasan beszélni már mindenről, a 20 éves erőtörténetről. A történet valahol ott kezdődik, mikor 1985-ben Kádár János egy KB ülésen arról beszél, hogy ha nem lesz eztán belátható időn belül jelentős gazdasági növekedés, és főleg életszínvonal növekedés, akkor el fog fogyni belátható időn belül szinte azonnal a rendszer legitimációja is. A Kádár rendszert alapvetően nem a közjogi beleegyezés legitimálta, hanem a folyamatos gazdasági eredményesség. Hogyha ez nem lesz meg, akkor nekünk végünk, mondja Kádár. És tény, hogy a párt fiatalabb vezetői, legtisztábban Grósz Károly nem sokára rá is jönnek arra, hogy a világrendszerek versenyében a szocializmus a gazdaságot tekintve alul maradt. Magyarországnak bizony kapitalizmusra van szüksége, gondolják egyre többen a pártállamban. Grósz Károly valami olyasmit gondolhatott, mint amit később a kínaiak meg is csináltak. Még az ő kormányzása alatt, nem a híres német kormány alatt, hanem a Grósz kormány alatt a magyar kapitalizmusnak szinte minden alapvető törvénye megszületik. Társasági törvény, kétszintes bankrendszer, a mostani adótörvény alapjai, és így tovább, és így tovább. És kezd megmozdulni a magyar társadalom is, amit jogilag valahogyan kezelni kell. Azt válaszolni a mozgolódó társadalomnak, hogy csak mert nálunk az erő már nem lehet 87-88-ban, hanem valamiféle közjogi szabályozást kell adni a rendszernek. Elindul e körül egy tudományos, közjogi, politikai gondolkodás a pártállamon belül, és megdöbbentő módon szinte minden mai vita előjön ezekben az állításokban, és szinte minden előjön az akkori pártállami tervezetekben, amelyek később a térségben ötletként vagy megvalósult valóságként létrejönnek. Valahogy úgy gondolkodnak a MSZMP-nek a gondolkodói, hogy most már nincs mese, itt több pártrendszer lesz, véleményszabadság lesz, ezt nem lehet megállítani. Ugyanakkor az alapjogok érvényesülését olyan feltételekhez lehet kötni, amelyek a későbbi politikai erőviszonyok függvényévé tehetik a szabadságjogok érvényesülését.
Tehát az egész alapjogi gondolkodás az volt akkor, hogy az alapjogokat lehet korlátozni, hogy ha állam biztonság, közerkölcs, jó erkölcs és minden más ezt indokoltá teszi. Plusz mindenféle kollektív korlátozás alá akarták vetni, kollektív, a közösségi érdeknek megfelelő korlátozás alá akarták vetni az alapjogokat. Tudták, hogy több pártrendszer lesz, akkor azt gondolták, akkor már legyen minél több párt. A parlament alsóház az úgyis a dühöngő lesz, ahol egymásnak feszülnek a pártok, majd jól lejáratják magukat. A valódi hatalomgyakorlás a korporációkban, a korporatív alkudozásban és a második kamarában, ahonnét ki van vonva a pártpolitikai elvű vitatkozásnak a lehetősége fog zajlani. És hogy valami mégis egybe tartsa ezt az egészet, mert tudták és jól tudták, hogy ez szertehúzó akaratokat fog jelenteni, a nagy integrátorra is javaslatot tettek, a közvetlenül megválasztott, hosszú időre megválasztott köztársasági elnökre, akinek a pozíciójában tulajdonképpen az öregnek a helyzetét, Kádár Jánosnak a helyzetét modellezték. Tehát valami olyan köztársasági elnököt gondoltak, aki nagy ritkán kiáll a választók elé, de az egész hatalom szerkezeten belül való működése olyan, mint a Kádári volt. Fölötte van a napi kis kenyércsatáknak és a végső döntéshozó instancia. Ez volt nagyjából a kiinduló pozíciója a pártállamnak. Még alkotmánybíróságról is gondolkodtak, olyanról, ami nem semmisíti meg a törvényeket, csak kvázi szignalizálja azt, hogy itt van valami alkotmányos probléma. Szinte minden tétel előjött, csak hogy megfogalmazódott ellenvélemény is a magyar társadalomban, ami érdekes módon tárgyalásra tudta kényszeríteni a hatalmat, ez pedig egy klasszikus parlamentáris rendszernek a gondolatköre volt, ami valami olyasmit képzelt, hogy nem is németes, hanem angolszász típusú szabadságjogokra van ebben az országban szükség, a tulajdon tekintetében, gondolat és véleményszabadság tekintetében, és sok-sok minden más tekintetben. Egy parlamenti váltógazdaságra van szükség, ahol a hatalom választásokból eredezteti a legitimációját, de leváltható, ahol egyszerre biztosítja a közjogi rendszer az ország kormányozhatóságát, a politikai stabilitást, és azt, hogy 4 évente viszont el lehessen kergetni ezt a hatalmat. Tárgyalások lettek, és végül ez a koncepció megegyezésre tudta kényszeríteni a pártállamot. Nem úgy, ahogy eredetileg képzelte. Az eredeti elképzelés az volt, hogy nem alkotmányozunk. Mára erre nagyon sokan megfeledkeznek, hozzáértő emberek is megfeledkeznek erről a tételről. Az alapkoncepció az volt, hogy nem veszünk részt alkotmányozásba, hanem csak a szabad választáshoz szükséges törvényekről vagyunk hajlandók tárgyalni. A választójogi törvényről, pártörvényről, ilyesmikről, és az alkotmányból kerüljön ki a párt vezető szerepe, és alakuljanak át a modern szabadságjogok, de az, hogy mi legyen az állammal, milyen legyen a hatalommegosztás rendszere, milyen legyen egyáltalán a magyar állam, arról tárgyalni sem vagyunk hajlandó. Ez volt az eredeti koncepció. Sokáig e körül vergődött az akkori magyar politika, aztán kiderült, hogy ezen az alapon nincs megállapodás. És egy nagyon fontos dolgot szeretnék az önök figyelmébe idézni, amiről szinte még mindenki meg szokott feledkezni. 89 nyarát írtunk, 8 évre voltunk, nem egész 8 évre voltunk a lengyel szükségállapotoktól. Mindenki, aki józanul gondolkodott, azt gondolhatta, hogy a legnagyobb veszély valami olyasmi. Közelebb voltunk a lengyel szükségállapothoz, mint most Orbán Viktor első kormányzásához. Az összes történelmi tapasztalat azt mondta, hogy talán valami kis vékony út van valami nagyobb magyar és lengyel szabadság felé, de hogy nem fog ez néhány hónapon belül összeomlani az egész kelet-európai államszocialista rendszerek, az biztosnak látszott. Nem csak mi magyarok gondoltuk így, hanem az összes külföldi, akivel 89-ben találkozhattunk, mind ezt mondta. Ne ugráljunk mi magyarok, mert csak egy jó kis szükségállapotot fogunk csinálni. Most ezen az alapon nem volt olyan ellenzéki vezető, aki vállalta volna annak a felelősségét, hogy kitartunk a régi koncepció mellett, mármint, hogy nem tárgyalunk az alkotmányról. Mivel nagyon ragaszkodott a pártállam az elnöknek, az elnöki intézmény fölállításáról, hát nosza rajta, csak erről tárgyaljunk, és elindult egy részleges alkotmányozás. Hogy valami biztos alapot próbáljunk találni ehhez az alkotmányozáshoz, egy régi magyar törvényt vettünk elő, a 46 évi egyes
törvény, de a dolog lényege, hogy ebben a pillanatban csúsztunk a folyamatos alkotmányozás felé. Tehát, hogy nem egy tiszta lapon születik egy magyar alkotmány, hanem részenként, apránként javítgatva, a mindenkori politikai helyzethez igazítva születik meg az alkotmány. Isten igazában az új, fehér lapon írt magyar alkotmánynak a lehetősége a taxisblokádnál veszik el végérvényesen, de ez az a pillanat, már mint mikor a kerekasztal elkezd mégis tárgyalni az állampárttal az elnöki intézményről, mikor rálépünk arra az útra, hogy részleges alkotmányozás van. Így áll elő az a helyzet, hogy a régi sztálini alkotmányt javítgatja a kerekasztal, és előáll az az alkotmányossági szerkezet, hogy az alkotmányunk olyan, mint a folyón egymásra torlódó jégtábláknak a halmaza. A különböző mondatok nem illenek feltétlenül szervesen egymáshoz, és egy csomó technikai kifogást lehet az alkotmánnyal szemben elemelni, és főleg azt, hogy oda van írva, hogy ez egy 49-es alaptörvény. Ez akkor erénynek számított, mert úgy tűnt számunkra, hogy ez azt jelenti, hogy 90-ben majd megcsináljuk a végleges alkotmányt. Egyelőre csak a békés átmenetet akarjuk elérni. De 90 őszére kiderül, lényegében a taxisblokkád, önkormányzati választások idejére, hogy abban a ciklusban már nem lesz végleges alkotmány, és utána már nem is lehetett többé, mert kiderült, hogy ez a részenként javítgatott alkotmány is működőképes. Egy nagyon-nagyon fontos dolog történik még ekkor Magyarországon, a többi hasonló sorsú országgal egybevetve, hogy nagyon-nagyon kevesen vesznek részt a magyar átmenetben. A magyar átmenet a magyar társadalmat nem mozgatja meg tömegesen. Hogyha próbálunk összehasonlító számokat találni, hogy az új szervezetek taglétszáma, a nem engedélyezett megmozdulásokon résztvevőknek a száma, mind-mindnél azt a számot kapjuk, hogy 5-10% a lengyel, cseh vagy akár keletnémet adatoknak, vagy akár a 46-os demokratikusnak mondható némi megszorítással magyar adatoknak. Valami megdöbbentő, hogy a magyar társadalom mennyire kívülről nézi ezt az egész folyamatot. Néhány százezren vesznek részt az egészben, a többieket meg leginkább a bécsi bevásárlás lehetősége mozgatja meg. Tehát az a képzet, hogy ez a mi hazánk, és most a mi hazánkban valami nagyon nagy változás történik, és ebben mi részt veszünk, hogy ez a miénk, ez Magyarországon nagyon korlátozottan alakul ki az első időszakban. Pedig ez ad erős legitimációt egy közjogi berendezkedésnek. Például, amikor az Egyesült Államok alkotmánya születik, akkor is kétséges az alkotmányozásra való felhatalmazás. Mikor az alapító atyák összeülnek, nincs felhatalmazásuk egy teljesen új alaptörvényre, egy kicsit rendbe tegyék a konfederációnak a szabályait, ezzel a szándékkal ülnek össze. De az is világos, hogy az akkori amerikai társadalom egészen részt vett a függetlenségi háborúba, és akart valami új Amerikát. Aki nem vett részt, az száműzték Amerikából, az mehetett Kanadába, vagy jöhetett vissza az Egyesült Királyságba. De nem tűrték meg az Egyesült Államokban. A mi 1848-as forradalmunknak is óriási belső legitimációja volt. Az áprilisi törvényeket ugyan a régi parlament fogadja el, de az ország igen nagy része részt vesz ebben a megmozdulásban, szabadságharcban, miben. Világos, hogy ez a mi hazánk, és ennek a közjogi berendezkedése a miénk, ne nyúljon hozzá senki sem. Ez olyan mítoszrendszert, olyan gondolatokat teremt az alkotmány köré, olyan patriotizmust épít föl, ami fájóan hiányzik a 89-es, 90-es magyar alaptörvény mellől. Ettől ez még lehet egy sikeres alkotmányos berendezkedés, hogyha az idő később igazolja. Vannak erre is nagy nemzetközi példák. A demokratikus német alkotmány még úgy abból született, azt lényegében az amerikai megszálló hadsereg szorítja rá a németekre. A japán alkotmányban meg közvetlenül belefirkál a megszálló amerikai hatalom, a MacArthur bizonyos pontokat szabályosan diktál az alkotmányban. Mégis eltelik 20 év, hallatlanul sikeres, gazdaságilag hallatlanul sikeres 20 év, és hiába írják bele a német alkotmányba, és a német alkotmány is úgy kezdődik, hogy ez egy ideiglenes alkotmány, vagy kezdődött még akkor, 20 év után már komoly ember nem gondolja azt, hogy más közjogi berendezkedés kell, mert az eredményesség legitimál. Na most Magyarországon ez is elmarad, az eredményesség legitimáló ereje, sőt, valami rettenetes időszak kezdődik a rendszerváltás után. Ugye 18%-kal csökken a bruttó hazai termék két esztendő alatt. Békeidőben Magyarországon soha nem volt ekkora bruttó hazai termék csökkenés.
hatalmas társadalmi különbségek lesznek, 2,5-szer nagyobb lesz a legfelső tized és a legalsó tized közötti különbség, 3-4 esztendő alatt mind a Kádár korszakban volt, és mindezt nem legitimálja semmi sem. Hallatlanul igazságtalannak gondolja szinte az egész ország azt, ami történik vele, plusz a mérce megváltozik, egyszerre Ausztriához hasonlítja Magyarországon mindenki magát, és 91-re már előáll a föld legelégedetlenebb társadalma Magyarországon. És ezzel a rettenetes elégedetlenség mennyiséggel nem tud mit kezdeni a politika. Nagyon hamar, már 89-ben megjelennek a későbbi hideg polgárháborúhoz vezető alapállítások, mindkét oldalon. De akkor ezek még értelmiségi állításnak tűnnek, a magukat véglegesen pályára szánó emberek még nem azonosulnak ezekkel az állításokkal, de már 89 őszén megvan a két alapállítás, és ahhoz képest újat nem is tud kitalálni a két tábor. A későbbi jobboldaliak azt mondják, hogy csak mi vagyunk a jó magyarok, és ti gyanúsan vagytok csak magyarok. Ezt először Csurka István fogalmazza meg a négy igenes népszavazás körül, ugye, hogy aki magyar velünk tart, szól a jelszava, de rögtön ott a válasz a másik oldalról, ami meg úgy szól, hogy ha nem az SZDSZ győz, akkor mucsa lesz Magyarországon. Ti meg nem vagytok jó európaiak, ti meg nem vagytok jó demokraták, ti meg ósdiak vagytok, és minden más egyebek. Ez ekkor még nem ront el mindent, de amikor rászabadul az országra ez a hatalmas elégedetlenség mennyiség, és kiderül, hogy pozitív programmal alig lehet előállni a magyar politikában, akkor a pártvezérek egyre biztosabban rájönnek arra, hogy a legegyszerűbb befarolni ezen két állítás valamelyike mögé. Ez a leghatékonyabb mozgatóerő, ez ami mögé legkönnyebben és legegyszerűbben lehet szavazatokat állítani, mert pozitív reformprogrammal, ha valaki előáll, az nagyon ráfázik. Az a biztos út a választási vereség felé. Két dolog kell a sikerhez. Együtt kell álmodni az emberekkel egy könnyű megoldásról, másfelől pedig föl kell mutatni a gonoszt. A gonosz az a másik oldal, aki valami gonoszságot csinál állandóan, és furfarag, és valami kárt akar okozni, és elő kell hozni az évszázados, néha 500 éves állításokat arról, hogy mi a gonosznak a mozgatója, és már is megvan a politikai sikernek a titka. Most mivel a véletlen sors és a véletlen úgy hozza, hogy az első kormány magát jobboldalinak definiálja, az ellenzék meg inkább baloldalinak, először a baloldali ellenzék szólal meg, nagyjából a taxisblokkád táján ezen a hangon, pedig szerintem a legelején még meglehetősen indokolatlanok és túlzóak ezek az állítások. Ma már meglehetős közmegegyezés van a körül, hogy Antal József az nem volt valami rettenetes gonosztevő, aki folyamatosan azon törte volna a fejét, hogy hogyan ássa alá a magyar demokráciát. Mégis a létező legbrutálisabb állítások hangzottak el annak idején vele kapcsolatban. Nagyon komoly emberek mondták azt, hogy még államcsínyre is képes lenne, hogy a hatalmát megőrizze. Pedig ő csak valami olyan feladatot próbált betölteni, ami a német demokrácia megalapozásához szükséges is volt. A demokráciát nem szerető, hagyományos jobboldalt próbálta valahogy átvezetni a modern világba. Azok, akik mindig is a progresszióért lelkesedtek, azok számára ez egy érthetetlen feladat, holott egy demokrácia stabilitásához hallatlanul hozzátartozik ez, hogy a hagyományos gondolkodók valahogyan elfogadják az empirikusan létező demokráciát, ami egy nagyon-nagyon nagy gond, nem csak nálunk, hanem a térségnek az összes kevésbé szerencsés történelmi országában. Minden esentőségével az antali kísérlet szerintem valami ilyesmit próbált elérni, a legbrutálisabb baloldali támadásokban részesült. Nagyon nagy nevű értelmiségiek tettek olyan állításokat, amelyekről ma már jobbára szeretnének megfeledkezni. Csak hogy a jobboldali lelkekbe ezek beleégtek. Rögtön volt egy probléma köteg, amire máig nem talált igazán megoldást a magyar politika. Ez a média háború és az a körüli harcocskák voltak. A magyar átmenet egy nagyon fontos sajátossága volt, hogy a magyar sajtóvilága igen korán elkezdett felszabadulni. Már a 60-as években volt valami mozgás a sajtóban, és a 80-as évekre, különösen a rendszerváltás idejére döntően reformszellemiségű volt a magyar sajtó.
Döntően egykori párttagok, a nomenklatúrának alárendelt emberek csinálták ezt, de kétségtelen tény, hogy Magyarországban kivételesen pozitív szerepet, előrevívő szerepet, reform szerepet töltött be az értelmiség, baloldali értelmiség jelentős része és a sajtó is. Jobboldali sajtó megérthetően nem létezett. Most furcsa mód, az első választásokon a jobboldal igen nagy többséget kapott, és óriási ütközés volt, és a sajtónak legfeljebb 5-10%-át érezte olyannak, amiben saját magára tud ismerni. A baloldaliak pedig állandóan azt hangsúlyozták, hogy ezek a jobboldaliak valójában kriptaszökevények. Ki fognak halni, parókák népe, meg minden csodát mondtak, a legnagyobb nevek is. És az egésznek az volt az üzenete, hogy először tessék demokrácia teljesítményből nálunk vizsgázni, és aztán utána lehet majd igazán beszélni a demokráciával. Most valamire való politikus csak erőteljes választ tudott erre adni, és elindult az a háború, ami mind mostanáig tart. Nem akarom az összes elemét végigvinni, de határozottan le kell szögeznem, hogy a történet nem úgy van, hogy egyik oldalon vannak a fantasztikus jók, akik mindig védték a demokráciát és vitték előre az ügyeket, a másik oldalon meg a gonoszok vannak. Ez egy rettenetes dráma. Mindannyiunk 20 éve sok tekintetben ráment erre a drámára, de az igazság nagyon szanaszéjjel van szétosztva ebben a dologban, és nagyon komoly jobboldali igazságok is jelen vannak. Különösen a történet elején. Különösen a történet elején. Tehát olyan törések születtek már az első ciklusban, amelyek aztán a későbbi háborút még teljesebbé tették. Egy fontos dologra utalnék, és aztán ugrok, és nem akarok erről ennél többet beszélni, de erről mindenképpen beszélni kell. A korai Fidesz azzal a hittel kezdett el politizálni, hogy ezt a rengeteg szörnyűséget, ami a 20. századi magyar történelem öröksége, amit hurcolunk magunkkal, ő ezt meg fogja haladni. Ő nem lesz hajlandó belemenni ebbe a pusztító háborúba. Kövér László valamikor már nem is korán, szerintem 92-ben vagy talán 93-ban írt egy cikket, amiben azt mondta, a nevek nem érdekesek, a jobboldal, akkori jobboldal és a baloldal két talán legnagyobb nevű értelmiségének üzente azt, hogy ne akarjon háborúságot szítani. Menjen vissza a saját szemétdombjára, az irodalomba, illetve a saját területére, és ne akarjon politikai háborúságot kelteni, mert abból nagyon nagy baj lesz. A Fidesz első elhajlása a baloldali progresszió táborától tulajdonképpen két kérdésben mutatkozott meg. Az egyik az volt, hogy mit gondolunk Antal Józsefről, a másik meg az, hogy kell-e szeretni az egykori állampártnak az utódpártját. Most azt hiszem, hogy a 91-92-es Fidesz álláspont nem volt valami túlzottan téves, mégis rázúdult az egész progresszív baloldal haragja a Fideszre, aki egyre inkább azt a következtetést vonta le. Most nem azt akarom mondani, hogy igaza volt, most csak azt próbálom elmondani, hogy mit gondolt, hogy ez nem az igazságról szóló háború, hanem a hatalomról szóló háború, és a Fidesz vezetői egyre inkább kezdték azt gondolni, hogy a hagyományos jobboldalnak van igaza ezekben a vitákban. Mert őket akarja megölni a magát legszívesebben progresszív baloldalnak tekintő irányzat, ők meg nem fogják magukat hagyni megölni, hanem föllépnek ellene a létező legkeményebben. És 98-ban már ezzel a szellemmel győzött a Fidesz, ezzel a szellemmel beszélt Orbán Viktor arról, hogy ez több lesz, mint kormányváltás. A jobboldali közönség úgy is élte meg a Fidesz kormányzását, mint egy új honfoglalást. Végre visszaáll a világnak a normál rendje, végre olyan a világ, ahogy azt mi mindig is elképzeltünk. 98-ra, de aztán különösen későbbre világos lett, hogy a hagyományos jobboldal nem akar kihalni. Azok a feltevések, hogy ez múlóvá válik, azok tévesek, sőt, egyre szilárdabb intézményrendszert, egyre szilárdabb sajtótámogatást, egyre szilárdabb tudományos egyetem és egyéb hátteret épít ki magának, és egyre jobban ragaszkodik a régi eszméihez. Mert közben telt múlt az idő, és a magyar átmenet csak nem akart sikeres lenni. A baloldalon egyre határozottabban kialakult a képzet, hogy Orbán Viktort bármi áron meg kell állítani, és a jobboldalon is ugyanez a képzet megvolt, semmi sem drága azért, hogy mi győzzünk. A másik oldalon az ördög van, mindkét oldal másképp fogalmazta meg ezeket a kifejezéseket, de a lényeg az volt, hogy a másik oldala bármit lehet tenni. És aztán a történet következő fontos eleme 2002,
mikor a jobb oldal döntően saját hibájából, saját súlyos kormányzati hibájából veszít egy meglepően jó konjunkturális helyzetben. Választásokat olyan kedvező gazdasági helyzetben még nem tartottak se előtte, se utána Magyarországon, mint 2002-ben. Mégis veszít döntően saját hibájából Orbán Viktor. De nagyon kicsi a különbség, a baloldal érzi a legitimációs hiányt, és valami olyasmit csinál a Medgyessy Péter kormánya, amit soha magyar kormány, demokratikus kormány nem csinált, rögtön az elején kezdi szórni a pénzt. Nagyon csúnya dolog, hogy választások előtt a kormányok elengedik a gyeplőt és pénzt szórnak a választók elé, de ezt ma a Földön majd minden kormány megcsinálja ezt a dolgot. De az, hogy a ciklus elején az országnak ártó gazdaságpolitikát csináljunk, hatalmas nyugdíjemelést, meg béremelést csinálunk, csak azért, mert hiányzik a legitimáció. Ilyet, ehhez foghatót, ilyen mértékűt bizony csak Kádár János csinált 57-ben. Ettől kezdve a baloldali politika ettől a dologtól szenvedett. Tulajdonképpen a jóléti rendszerváltás vívmányait vissza kellett volna vonni, mert ezek ártottak, súlyosan ártottak a magyar gazdaságnak, de ez lehetetlen volt, mert ez azt jelentette volna, hogy átadjuk a hatalmat, a baloldal átadja a hatalmat Orbán Viktornak. És jött Gyurcsány Ferenc, aki hallatlanul sok dolgot megértett az ország és a baloldal bajaiból. Egyetlen egy dolog volt, kettő pontosabban, az egyik, ami miatt nehezen tudott kormányozni, nevezetesen nem engedhette át a hatalmat a jobb oldalnak, mert átengedte volna, ugye egy tehetetlen miniszterelnök lett volna. A másik pedig, hogy rengeteg kalandor vonása volt az első pillanattól kezdve. És előáll az a helyzet, amiről Gyurcsány ugye az Öszödi beszédben beszélt, hogy nem az országnak kívánatos gazdaságpolitikát csinálta a kormány, hanem valami mást, hogy hatalmon maradhasson a baloldal. Ez be is következik, de utána nagyon hamar a kormányprogram bemutatásakor, 6 héttel a választások után, Magyarországon soha nem látott módon a baloldali kormánynak teljesen ellenkezőjét kell csinálnia, muszáj, mert a külvilág meg a gazdaság nem fogadja el, mint amit a választásokon ígért. Azonnal összeomlik a támogatottsága, és ősszel előjön az Öszödi beszéd. Most egy picit tudom, hogy ebben a teremben jobboldaliak szinte nincsenek, de egy picit gondolkodjanak el jobboldali fejjel, hogy egy jobboldali számára mit jelentett az Öszödi beszéd. Körülbelül annyit jelentett, hogy maga a miniszterelnök ismeri el, hogy mi azért hazudtunk, azért okoztunk kárt Magyarországnak, méghozzá nagyon súlyos kárt, hogy ne kelljen átadni a hatalmat. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Földön mindenütt, majd mindenütt zavargások törtek volna ki egy ilyen helyzetben. Ezzel szembe kell nézni a baloldalon. A Görögországba, Franciaországba, Spanyolországba, Olaszországba biztosan. A zavargások kezelésében irtózatos hibák követtettek el. Természetes, hogy ilyenkor a rendőrség erőteljesen lép fel, és az is természetes, hogy az első nap nagyon nehéz megtalálni az arányosságot. Tetében nem is volt ilyen Magyarországon sosem. Tehát olyan, hogy utcai zavargások legyenek, autók égjenek, a magyar átmenet során sosem volt, nagyon nehéz megtanulni az arányosságot. Mégis rettenetes dolgok történtek, máig nem kivizsgált dolgok történtek. Azt hiszem véglegesen ez a mostani alkotmány akkor ott 2006 őszén alapozódott meg, mikor véglegesen ketté tört az ország. Tehát a jobb oldal úgy érezte, és őszintén úgy érezte, hogy a Gyurcsány kormány rákürte az ország rendőreit. Az ország majd alig választásokat veszítő pártjának a rendezvényén résztvevő emberek egy részét a rendőrség brutálisan megveri, és ezt nagyon nehéz volna cáfolni, nem is nagyon érdemes. Ezzel akkor ott szembe kellett volna nézni, ki kellett volna vizsgálni, a felelősöket a létező legszigorúbban meg kellett volna büntetni, ehelyett a felelősök egy része kitüntetést kapott október 23-án még. Hihetetlen törés történt ekkor, és óriási természetesen a jobb oldalnak a vétke is ebben, mert a jobb oldal végig elosztási nyomás alatt tartotta a kormányokat. Mindig azt mondta, nagyjából a bokros csomagtól kezdve. Nagyon érdekes, hogy a Fidesz utoljára neoliberális gazdaságpolitikát 94 őszén fogalmazott meg, még Békessy Lászlóval szemben a költségvetési vitában. Az még a régi Fidesznek a hangja volt. Attól kezdve abból az irányból bírálta mindig a kormányt, ahonnét Horn Gyula is bírálta Antal Józsefet, a népbarát, populista elosztási nyomás felől, és ezt különösen brutálisan tette az utolsó években.
Ez óriási felelősséget jelent a jobboldal számára. A jobboldal kiállt törvénytelen megmozdulók ellen is, de végül összeállt az a helyzet, ami a 2010-es választási eredményhez vezetett, amivel megint szerintem minden magyar demokratának érdemes volna szembenézni azzal, hogy mi a 2010-es eredmény. Voltak olyan pártok, amelyek nagyjából a 89-es alkotmány, a nyugatos átmenet, a nyugatos felzárkózás pártján álltak. Szerintem klasszikusan is tisztán, teljes egészében ilyesmi párt volt annak idején az SZDSZ minden tekerőjénye ellenére, és az MDF. Ezek közül az egyik el sem tudott már rendesen indulni a választásokon, a másik pedig rettenetes kudarcot szenvedett ezen a választásokon. Tulajdonképpen minden parlamentbe jutó párt, aki 2010-ben bekerült a parlamentbe, vagy kifejezetten ellenséges volt ezzel a nyugatos, piacgazdaságos, jogállamos felzárkózási kísérlettel, vagy pedig valami felemás álláspontot fogalmazott meg. A szocialisták egész 20 évben felemás álláspontot fogalmaztak meg. Sose fogadták el igazán teljesen a 89-es alkotmányt, amikor csak tehették, kimutatták azt, hogy ők mát szeretnének. Már 90 nyarán népszavazást kezdeményeztek egy sarkalatos kérdés ügyében, az elnökválasztás ügyében, és utána állandóan voltak ötleteik, például Medgyessy Péternek ugyanezzel az ügyel, kétkamarás parlamenttel, minden csodával. Nem véletlen ám, hogy a Petrétei féle alkotmány sokak szerint szerintem is nagyon sok mindenben hasonlít a mostanihoz. Az emberi jogi gondolkodása, mondjuk a véleményszabadságra vonatkozó gondolkodása a arhaikus baloldalnak és az arhaikus jobboldalnak megint meglehetősen közeli. Ez gyönyörűen látszik azokban a kísérletekben, amit hányszor megpróbáltak a baloldali kormányok, az alkotmánybíróság hányszor dobta vissza a szimbólumok védelmében, önkényuralmi jelképek ügyében való törvényhozás. Tehát a szocialisták nagyon sokszor a nyugatos átmenetnek az egyik legszilárdabb pártjaként jelennek meg, és nagyon sok olyan gazdasági döntést hoztak, amely példamutatón ebben az irányba vitt. Például a Bajnai kormány sok ilyesmit csinált, de mikor választási kampány jön, mikor az identitásukat kell felmutatni, bizony nagyon sokszor ők is valami mást próbáltak felmutatni Magyarországnak. Az LMP igen nagy részt ennek a lázadásnak a terméke, aki emberi jogi, alkotmányvédő pozíciókban a 89-es státusz quo alapján van, de a gazdaságpolitikában bizony nagyon-nagyon mást képzel, mint amit a reformközgazdászok gondolnak. A Jobbikról meg ugye nincs mit beszélni, annak világos a pozíció, és a Fidesz pozíciója is világos. Tehát durván azt lehet mondani, és erre konkrét kérdésekre is vannak közvélemény kutatások, hogy a magyar társadalom 80%-a 2010 száján úgy gondolta, hogy ez a nyugatos kísérlet, amit megpróbált ez az ország jogállammal, piacgazdasággal, magántulajdonnal, Európai Unióval, mi egyébben ez nem vezetett Magyarország sikeres felzárkózásához. Ezzel baj van, ezzel alapvető fundamentális bajok vannak. Az egész fideszes alkotmánykísérlet ebből származik. És ez tagadhatatlanul így van. Erre rengeteg adat, rengeteg személyes tapasztalat és minden más látható, hogy a közvélemény azt gondolta, különösen az utolsó 6-8 év tapasztalata alapján, hogy valami más kell. Ez nem vált be, ez nem volt sikeres. Egyes kérdésekben akár 86%-os is volt az ilyen 89-es, 90-es elképzeléseket ellenzőknek az aránya, és az ezzel ellenható dolgoknak a támogatottsága. Azt hiszem, hogy nem szabad ezt egyetlen egy mozdulattal elhesegetni, hogy minden magyar hülye. Ezek nem értik azt, hogy mi a helyes út. Sajnos rengeteg adat igazolja azt, hogy ezen a pozíció mellett komoly érvek szólnak. Ha megnézzük Magyarország gazdasági adatait, a legnyersebb adatokat mondjuk 72-től, és összehasonlítjuk Csehországéval, Szlovéniáival, vagy másokéval, olyanokkal, akikkel érdemlegesen Magyarországot össze lehet hasonlítani, azt lehet mondani, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy Kádár János leállította a hajdani 68-as, 66-as, reformokat, Magyarország lemaradása lényegében folyamatos. Vannak benne megszakítások, tehát van 4-5 jobb év, de mégis a trend 72 óta folyamatos lemaradás a térségen belül. Ez Magyarország sorsa. És különösen az utolsó 6 év rettenetes. Nagy európai intézmények csináltak statisztikákat arról, hogy mennyire sikerült az új belépők fölzárkózása. Most ezek a statisztikák egybehangzóan azt mondják, hogy Magyarország ma 2010-ben néhány százalékkal távolabb van a régi 15 uniós tagállam átlagához, mint a belépés időpontjában volt.
Most ez teljesen egyedülálló a térségben. A térségi átlag az 10-12% javulás, a legrosszabb ország is 10% pontot javított a belépéséhez tartó ponthoz képest mostanra. A sztárországok, néhány balti ország meg Szlovákia több mint 20-at, Szlovákia 26% pontot javított, Magyarország meg kb. 4-5-öt rontott a régi 15-ökhöz képest. Tehát nem képzelgése a magyaroknak, hogy ez az út, a felzárkózás, ez a nyugatos felzárkózás nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy 89-ben reméltük. Szerintem ez az egész, ami a közvéleményben kialakult, és ami a 2010-es eredmény, a Fidesz kétharmada, a Jobbik 17%, a baloldaliak nagyon gyakran mondják, hogy mi az az 53%, csak állandóan megfeledkeznek a Jobbik 17%-áról. Az már elég szép szavazatmennyiség, azt hiszem. Ez mind-mind bizony magyarázható azzal, hogy Magyarországon korlátozottan sikerült az átmenetnek az az útja, amit én magam is nagyon hittem. Nem lehet ezt egyszerűen lerázni ilyen könnyedén. Kezdett a közvéleménybe kialakulni az a képzet, hogyha ez a jogállam, az, ami itt most Magyarországon van, hogy ilyen korrupciós ügyek, ilyen gyalázatos ügyek ennyire következmények nélkül maradnak, akkor köszönjük, ebből nem kérünk. Hogyha ez a piacgazdaság, ahol ekkora különbségeket hozott, és nem hoz felzárkózási esélyt, akkor valami mást akarunk kipróbálni. Ez nagyon mélyen bekerült a magyar társadalomba, és különösen az utolsó 4-5-6 évben egyre dominánsabb pozícióba került. Látom, hogy nem tetszik, amit mondok, ennek ellen ezt képzelem, hogy ez a magyarázata a Fidesz alkotmányának. Nagyon mély okok vannak e mögött, és Orbán Viktor ezt a hangulatot lovagolta meg. Hogyha megnézzük az alkotmányos intézményeknek a történetét, akkor azt látjuk, hogy már 90-től más se történik, mint az intézményeknek a lepusztítása. Tehát 89-90-ben az alkotmányozók előre szaladtak Magyarország létező helyzetéhez képest, és utána tényleges gyakorlatban mentünk vissza állandóan a kádári valósághoz. Egyre inkább a kádári értékekkel, közép-európai gondolatokkal rendelkező társadalom egyre inkább a saját képére rontotta az intézmények működését. Kiáltó ez látható például a parlament működésében. A parlament egyre inkább kiáró képviselők, bürokratikusan fontoskodó képviselőknek a tárházává vált, ahol az igazán felelős politikus inkább menekülni próbált, mert a civakodás házaként jelent meg az egész ország előtt. Ahol csak önkormányzatot csinált ez az ország, sehol sem hozta azokat az eredményeket, amiket reméltünk tőle. Ha belegondolunk, a Tudományos Akadémia önkormányzata egy ellenőrizhetetlen, vitatható hatalomgyakorlást hozott. Ha belegondolunk a bírói önkormányzat a baloldaliak számára is egy ellenőrizhetetlen, átláthatatlan bírói működéshez vezetett, és a helyi önkormányzati rendszerünk is kiskirályok özönét szabadította rá az országra. Aztán ott van az egekig, a csúcsokig érő korrupciós ügyeknek az özene. Ott vannak a társadalom számára elfogadhatatlan különbségek. Mindből összeállt az a képlet, amiből Orbán Viktor hatalomgyakorlási törekvése táplálkozik. Nevezetesen, hogy ne nyugatra menjünk, mert abból csak baj lett, hanem a magyaroknak a bonyolult értékvilágának a keletiesebb, árnyékosabb felére hagyatkozik egyre inkább Orbán Viktor gondolkodása. És azt mondja, hogy fenébe a jog uralmával, ehelyett én a valódi igazságot ígérem nektek, ahol nem normák fogják meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a szép, hanem személyre szólóan, vállalatra szólóan megmondom, hogy mi az igaz. Személyre szóló lesz a kormányzás, és az ilyen közjót szolgáló kormányzás ellen ne álljanak szembe fékek és ellensúlyok. A bölcs vezető fogja majd helyrehozni ezeket a dolgokat, szól az orbáni ígéret, és a bölcs vezetővel szemben ne álljanak szemben erős ellenpólusok, mert akkor a közjót nem tudja kellően érvényesíteni. A magántulajdon, a szabadságjogok rendjére hagyatkozott gazdaság nem hozott eredményt, lesz majd egy államilag jobban irányított, jobban kézbe tartott, a közjót, a kollektivizmust jobban képviselő kormányzás. Lényegében a hatalomváltást pillanatától kezdve Orbán Viktor ebbe kezdett bele.
Kimondta egyfelől a fülkeforradalmat, másfelől a szabadságharcot a nyugat intézményeivel szembe. Óriási taps fogadta ezeknek a konkrét megjelenését. Tehát például a bankadónak az elfogadottsága kimagasló volt még a szocialista párt táborába is, és az LMP táborába is. Alig van olyan közege a magyar társadalomnak, aki ne lelkesedett volna ilyesmivel kapcsolatban, mint a bankadó. A Fidesz törekedett arra, hogy ebből a doktriner, állandóan megszorításokkal operáló gazdaságpolitikával próbáljon szakítani, és amennyire lehet a választás ígéretét megtartva, furcsa mód azt fogom mondani, hogy a Fidesz megdöbbentő módon törekszik az ígéreteinek a megtartására, úgy hajtson végre nagyarányú adócsökkentést, hogy ne legyen széles társadalmi csoportokra kivetett nagyarányú megszorítás. Most ez lehetetlenség, ez fából vaskarika, ezt nem is tudta a Fidesz megcsinálni, hanem helyette próbált más megoldásokat találni, olyan adókat, olyan megszorításokat kivetni, amelyeket közvetlenül nem ellenez a magyar társadalom. Ezek lettek a külön adók, de tudni kell, hogy ezeknek a korai csíraszerű formáit már a korábbi szocialista kormányok is elindították, nem a Fidesz találta ki. A másik pedig a magánnyugdíj pénztárakban összegyűlt vagyonnak az államosítása. Ez a két megoldás volt. Mind a kettő rendkívüli intézkedésnek számít. Egyik sem felel meg szerintem a 89-es, 90-es alkotmánynak. Mind a kettő megbukna az alkotmánybíróság előtt, a meggyőződésem szerint. Rögtön beleütközött tehát Orbán Viktor abba, hogy a 89-es, 90-es alkotmányosság alapján az ő szabadságharcos, a lakosság jelentős része által támogatott gazdaságpolitika nem tartható. Egyébként is alkotmányozni akart, tehát ezeken a dolgoknál féledobta a kontrollokat, és most pedig ebben az alkotmányos koncepciójában teljes kiterjedésében láthatjuk azt, hogy mit gondol az alkotmányról. És most már a dolog konkrétumáról, de ezt végig kellett szenvedniük, ezt az egészet, mert különben nagyon olyannak tűnt volna, hogy egy vagyok azok közül, akik azt mondják, hogy ez a bűnnek az alkotmánya. Ez a létező helyzetre adott válasznak az alkotmánya, hibás válasznak az alkotmánya, de ez a létező magyar társadalmi erőviszonyokra adott hibás válasznak az alkotmánya. Most ha végigvesszük az alkotmánynak a különböző rendelkezéseit, rögtön az első, amivel találkozunk, ez a preambulum, a szimbólumoknak a területe. Általában azt szoktam mondani, már a 89-es vitákban is ezt mondogattam, hogy egy olyan országban, ami tudja azt, hogy ő kicsoda, mik az erényei, mik a hátrányai, ott nincs preambulum. Tudjuk, bízunk magunkban, hiszünk magunkban, és nem kezdjük azt mondani, hogy már a török ellen is mi védtük Európát, mert tudjuk, hogy mi nagy teljesítményt nyújtottunk a föld számára. A később egyértelműen mérhető, szóban mérhető, hogy minél zavarosabb egy adott ország nemzettudata, annál hosszabb a preambuluma. A szabályos matematikai összefüggés látható, hogyha csak ennyi baj történt volna a preambulummal, semmi gond nem lenne, egyszerűen beleillenénk, a mi nemzettudatunk is meglehetősen zavaros, nehézkes, nekünk is sok bajunk van a múltunkkal, hát túlélnénk, ha csak Szent Istvánról, meg a tatár, meg török dúlásról szólna a preambulum. Csak sajnos ebben a preambulumban két nagyon fontos dolog is bekerült. Az egyik az, amiről Rév István beszélt már, annak a kimondása, hogy Magyarországon megszakadt a jogfolytonosság a német megszállástól egészen a 90-es parlament összeüléséig. Ez olyan, ami számomra is kiáltóan elfogadhatatlan. Először is, ha csak az alkotmány arról rendelkezne, hogy mit csinált Szent István, vagy mit csinált Zrínyi Miklós, akkor ez nem volna túl baj, ebben alapvetően közmegegyezés van, azt hiszem, az országban. Nincs kiáltó nagy eltérés. A gondot az okozza, hogy a 20. századi történelmünkre kiáltóan különböző vélemények vannak jobb és bal oldalon. Tehát ha bárki törvénybe akarja kodifikálni a hivatalos magyar történelem fogalmat, akkor ez szükségképpen és brutálisan megosztja az országot. Most ezt próbálja érvényesíteni ez az alkotmányszöveg, méghozzá a jobboldal nézőpontjából.
amit még szerintem egy gondolkodó jobboldal is nagyon nehezen tud elfogadni. Tehát azt állítani, hogy Magyarország 44-ig szuverén volt, hát amikor az angolszász szövetségesekkel tárgyalt Kálai Miklós miniszterelnök, aki sok tekintetben egy konzervatív, liberális miniszterelnök volt, az ellenkezőjét állított. Ő azt mondta, hogy bizony mi már a németeknek a függvénye vagyunk. Teleki Pál pedig éppen ezért a szuverenitás hiány miatt lett öngyilkos. És tény, hogy ez a megfogalmazás arra szolgál, hogy a felelősséget vegye le a jobboldali kormányok, de egyáltalán bármiféle kormány részéről nem való alkotmányba. A másik, ami ennél még ijesztőbb, és már jogi következménye is van, hogy a preambulum egy kollektivista világképet rögzít, egy archaikus jobboldali kollektivista világképet rögzít, ahol azt mondja, hogy vannak szabadságok, vannak bizonyos alapvető jogok, de ezt mind a nemzet kollektív érdekének alárendelten lehet és szabad érvényesíteni, és azt mondja az alkotmány, hogy az alkotmánybíróság bizony a preambulum alapján kell, hogy értelmezze az összes szabályt. Ez pedig teljesen újra építi föl az alapjogok rendszerét. Tehát az az alapjogi rendszer, amelyet a Sólyomféle alkotmánybíróság bontott aztán ki részletszabályokban, amely alapvetően szabadságjogokon alapult, és az egész gondolkodása a felvilágosodástól indulóan az állammal szemben megfogalmazott szabadságjogoknak a kiterjedt rendszerét képezte, ez teljesen fölborul, részint a preambulum, részint az alapjogi szabályozás miatt. A kollektívum válik elsővé, és a szabadságjog, hát az úgy szerepel, úgy mellesleg, mert ugye ez egy szokás, hogy egy európai alkotmányba is ilyet beírnak, és mindenütt ott van, hogy tulajdonképpen erősebb a kollektívum. Emiatt a sajtószabadság, véleményszabadság, tulajdonszabadságot szinte mind-mind újra kell gondolnia majd az alkotmánybíróságnak, hogyha igazodni akar a preambulumhoz, meg ezekhez a szabadságjogokhoz. Ez azt jelenteni, hogy teljesen kilépünk abból a világból, ami a nyugatot olyan sikeressé tette. Tehát az, ami az Egyesült Államokat sikeressé tette, hogy a legegyszerűbb amerikai is állandóan elmondja, hogy ez egy szabad ország, és ennek mi a következménye, ebből a világból lép neki ez a berendezkedés, már a preambulumaival és az újra szabályozott emberi jogi rendszerével. Aztán egy másik nagyon látható dolog már a preambulumban is benne van, és a köztársaság átnevezésében a hagyományos archaikus jobboldal mindig is irtózott attól, hogy a népszuverenitást a létező valóságos ország lakóknak az akaratára vezesse vissza. Elfogadja az archaikus jobboldali gondolkodás, hogy már nem az uralkodó akarata az, ami meghatározza egy országnak a sorsát, de valami misztikumból vezeti le a népakaratot, valami nemzeti szuverenitásból, valami megfoghatatlan örök, állandó értékvilágból, és nem a létező, konkrét, szavazó választásról, választásra másképp döntő embereknek az akaratából. Tehát azt hiszem, hogy a köztársaságtól való irtózás mögött nem pusztán az van, hogy valamiféle szimbolikus vagy jelentéktelen megfontolások, hanem a szuverenitásnak ez a felfogása, hogy a haza nem lehet sose ellenzékbe, hogy Orbán Viktor megfogalmazta. Mindig a jobb oldalnak kell kormányoznia. Most sajnos az előadásomban levezettem, hogy ez a gondolatkör, hogy mindig a baloldalnak kell kormányozni, és ezért a baloldal tehet olyasmit, ami nem jó az országnak, a baloldalon is jelen van, de itt jól megfoghatóan közjogi szabállyá válik ez, aminek később még jelentős következményei lehetnek. Most az egész alapjogi gondolkodást, az egész alkotmányt áthatja az a gondolat, hogy ez csak egy része a szabályozásnak, majd jönnek ezek a sarkalatos törvények, amelyek majd ezt pontosan kifejtik. És 89-ben sok más mellett ezt a szót én próbáltam előhozni, és az egész arról szólt, hogy vannak a demokratikus átmenetnek a sarkalatos törvényei. Eszembe se jutott volna, hogy ilyen élete lesz egy új alkotmányban a sarkalatos törvénynek, mert ez azt jelenti, hogy nem is tudom, talán 30 témában most sarkalatos törvényeknek kell születniük, a legkülönbözőbb témákban, némelyiknél semmiféle tartalmi eligazítást nem ad az alkotmány arra, hogy mi is legyen ezekben a sarkalatos törvényekben. Ilyen például mondjuk a jegybank, hogy csak annyi szerepel az alkotmányban, hogy a jegybanknak van elnöke, alelnöke, és azt a köztársaság elnök nevezik, és egyébként semmi, a felhatalmazás a kétharmadosságra. Tulajdonképpen bármi bekerülhet, és hát, hogy mondjam, láttunk karon már varjút.
Egy ilyen sarkalatos törvény megszületett, ez a sajtótörvény, ahol az alkotmányba bekerült egy nagyon rövid, nagyon szűkszavú meghatározás a sajtószabadságról, és utána egy hallatlanul részletező sajtótörvény született. Az alkotmány abban a verzióban, ami nálam szerepel a számítógépemben, az olyan 18 oldal, és ugyanebben a verzióban ez a sajtótörvény 120 oldalas. És igen, nagy részt a sajtószabadság visszavételét jelenti a részletszabályozásban. Tehát egyfelől van egy nagyszerű deklaráció, ami többé-kevésbé megfelel az elvárható normáknak, és utána jön a kétharmados törvény, ami ezt lerontja, átalakítja. Az emberben óriási a félelem, hogy a kétharmados törvényeknek az özöne erre fog szolgálni. A legkülönbözőbb területeken. Aztán a 90-es rendezés úgy képzelte, hogy a kétharmados törvények egy világos rend szerint legyenek. Tehát az alapjogokra és az alapintézményekre vonatkozik kétharmados törvény, egyébként pedig a kormányzati felelősség érvényesül. Tehát az ország gazdaságpolitikáját, társadalompolitikáját, szociálpolitikáját, oktatását, egészségügyét mind-mind egyszerű többséggel dönti el a választók akaratának megfelelően a parlament. Na most ez is gyökeresen megváltozik. Rengeteg dolog bekerül magába az alkotmányba. Például bekerül az alkotmányba, hogy Magyarországon nincsen kötelező magánnyugdíjpénztár, hanem csak az állami van, meg a önkéntes magánnyugdíjpénztár. Tehát alkotmányban szankcionálja a magánnyugdíjpénztárak államosítását a jogalkotó. Aztán bekerül a forint. Most nagyon sokan legyintenek, hogy ez egy nem aktuális kérdés, majd mire aktuális lesz, hát kivesszük az alkotmányból. Hát én azt mondanám, hogy ezt próbálja valaki megmagyarázni egy britnek, vagy egy dánnak, vagy egy svédnek, hogy ez egy milyen jó dolog. Hát euroszkeptikus gondolat az, hogy nekünk nem kell Európához erősen kötődni, hanem fönt kell tartani a nemzeti szuverenitást. A legszebb, legnagyszerűbb hagyományokkal rendelkező nyugati országokban is megvan. Egyharmada szinte biztosan van, sőt még több is. Ugye Norvégia nem lépett be népszavazáson az Európai Unióba, Dániába leszavazták népszavazáson az eurót, Írország is állandóan föllázad ellene, tehát jó eséllyel a forint alkotmányba kerülése még később óriási gondokat jelenthet euró melletti döntésnek. Sorolhatnám ezt még tovább, a legsúlyosabb az egészben az, hogy még ennél is több van a kétharmados törvények kiterjesztésével. Az adótörvények alapjai, a állami vagyonra való törvények alapjai, nyugdíjra vonatkozó törvények alapjai, a gyerekek utáni adólevonás törvényei mind-mind kétharmadossá válnak, ami azt jelenti, hogy az egyharmad ellenére nem változtathatók meg. Egyszerűen lehetetlenné válik a választói akarat alapján való kormányzás. Aztán, amit szokás szóvá tenni, hogy megváltozik a szuverenitás alanya. Óriási eséllyel jelentős választójogot kapnak azok a magyar állampolgárok, akik életviszterszerűen és tartósan nem élnek Magyarországon. Tehát a határon túli magyarok, amely befolyásoló lehet tartósan a választási eredményekre. És ennél rettenetesebbet nehezen tudnék elképzelni, hogyha olyan választásaink lennének sorra, hogy a határon inneniek döntenek valamelyik párt mellett, és állandóan újra és újra a határon túliak miatt más kormánya lenne mégis az országnak. Ez egyszer-egyszer előfordulhat, de folyamatosan és rendszeresen ennél biztosabban semmi sem bonthatná meg az itten és az ottani magyarok közötti szolidaritást. A Fidesz láthatóan, döntően nem a szabályok átírásával törekszik a hatalmának a gyakorlására. Mint említettem, a szabályok a szavak számán marad a parlamentáris alapszerkezet, ugyanakkor az egész eddigi gyakorlat, vagy a korábbi kormányzási gyakorlata pontosan mutatja Orbán Viktornak azt a törekvését, hogy az intézményekben ő nem bízik, nem intézményben, nem jogban gondolkodik, hanem személyben gondolkodik. Abban, hogy a hozzá lojális, nem a Fideszhez, nem a jobb oldalhoz, hanem személy szerint Orbán Viktorhoz lojális embernek legyenek hosszú időre a közjogi intézmények élén. Az egész alkotmányozás igen nagy részt erről szól. Mint mondtam, nem nagy közjogi fantázia mutatkozik az intézmények átírásában, viszont hallatlan fantázia mutatkozik abban, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a Fidesz által befolyásolt emberek kerüljenek a legkülönbözőbb hatalmi ágak élére. A legutolsó ötlet, ez például a bírói nyugdíjkorhatár leszállítását hozta ugye 62 évre, szinte putszerűen az utolsó héten, nagyobb vita nélkül. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a bírósági vezetők
kétharmada, háromnegyede leváltható lesz belátható időn belül. Ugyanezt történik az alkotmánybírósággal. Az alkotmánybíróság funkciórendszere egész feladatköre jelentősen szűkül. Azzal, hogy megszűnik a bárki által indítható alkotmánybírósági kereslet, jóval kevesebb lesz az ügy. Ehhez képest az alkotmánybíróság létszáma plusz 4 fővel nő. Az emberben nincsen semmi kétel, hogy ez azért történik, hogy új fideszes tagokkal föl lehessen tölteni az alkotmánybíróságot, és ami legalább ilyen fontos, az alkotmánybíróság elnökét eztán közvetlenül fogja választani a parlament, akár 12 év időtartamra. Az alkotmánybíróság elnöke bármikor leszavazható, viszont ő szignálja ki az ügyeket. Na most a gazdasági ügyeknél hihetetlen fontos a gyorsasága egy ügynek. Ugye könnyű belátni, hogy itt van ez a nyugdíjügy. Ha most az alkotmánybírósághoz kerülhetne ez a nyugdíjkérdés, mármint a magán nyugdíjpénztárak államosítása, és megsemmisíteni az alkotmánybíróság, ez különösebb következmények nélkül megtehető volna, hiszen a pénz még ott van a nyugdíjkasszáknál. Talán még ősszel is meg lehet ezt csinálni. Már akkor bajos volna, mert mozog a pénz, de talán még helyre lehet állítani az eredeti állapotot, de jövő tavasszal már semmit nem lehet tenni. Összeomlana a nemzetgazdaság, ha jövő tavasszal hozna egy ilyen ítéletet valaki. És nem is nagyon hozhat, mert bekerült az alkotmányba, hogy olyan döntésbíróság, amely érinti a költségvetési egyensúlyt, nem hozhat. Tehát nem csak a személyek megszállása látható az alkotmánybíróságnál, hanem hallatlan mértékben szűkül az alkotmánybírósághoz fordulásnak a lehetősége. Ehelyett fölkínálja a kormány az előzetes normakontrollt. Na most az előzetes normakontroll egy tipikus szocialista gondolat, nevezetesen, hogy segítsen szegény kormánynak az alkotmánybíróság, mondja meg előre, hogy mi lesz alkotmányellenes. A klasszikus megoldás, a hatalom megosztás, a kormány kormányoz, a parlament dönt, és utólag az alkotmánybíróság megsemmisít. Nem tanácsadója az alkotmánybíróság a kormánynak. Most ehelyett viszonylag széles körben megnyílik a lehetőség az előzetes kontroll, az utólagos kontroll nagy mértékben szűkül. A pártok például akkor fordulhatnak az alkotmánybírósághoz, hogyha a szocialista párt és a Jobbik együtt teszi. Ezt ritkán fogja együtt tenni. Az állampolgárok pedig akkor, hogyha a konkrét személyes ügyükben érintettek, és már kimerítették a teljes bírói utat, tehát szuverén módon alkotmányossági kereset nagy sokára indítható. Látom, fogy a türelmük, nem fogom a 200 elemet végig mondogatni. Én azt mondanám mindent egybevetve, hogy egy olyan helyzet fog előállni, ahol minden kerete, alappillérje megmarad a demokratikus jogállami elem alkotmányosságnak, viszont a részletszabályok igen nagy részt a kétharmados törvényekre, a jövőre vannak bízva, és ezen túl az intézményrendszert egyetlen egy kormánytöbbség szállja meg, méghozzá néhány esetben nagyon hosszú időre. Például az alkotmánybíróság elnöke, hogyha minden úgy alakul, akár 2024-ben fog leköszönni az, akit majd most adott esetben a Fidesz élére állít. Hát nem is tudom, hányan fogjuk megélni a 2024-et, olyan távoli időpont. Most első látásra ez hallatlan nagy hatalomkoncentrációt, hallatlan nagy bebetonozását, hallatlan nagy erejét jelenti a Fidesznek. Első látásra. Második látása, az ilyen alkotmányok vannak kitéve leginkább annak, hogy erővel széttörjék őket. Tehát, mint mondtam, határozottan hiszem, hogy a magyar társadalom nagyon súly, mély válságban van. Ez az alkotmányos berendezkedés kiterjeszti a válságot maga a közjogi intézkedésre. És oda jutottunk vissza, hogy 85-ben elkezdtük az egész történetet. Az egésznek a sorsa igen nagy részt a magyar gazdaság alakulásán fog múlni. Matolcsy György a költségvetési vitában kísértetiesen ugyanazokat a számokat mondta el tavaly ősszel, mint amiket 85-ben Kádár János mondott el, nevezetesen 4-6% növekedés kell. Így van, 4-6% növekedés kell. Hogyha újra kádári szintű növekedés lenne, már mint a kádári békeidőkben való növekedés, akkor ez a rendszer valószínűleg fenntartható, működtethető, mert vannak olyan többletjavak, amelyeket a csatornáink keresztül szét lehet osztani, és értelmiségi kekeckedésnek tűnik az alkotmányosságnak a gondolata.
Nagyon sok ember reménykedik abban, hogy ha végre megszabadulunk ettől az egész nyugatos dologtól, külföldiektől, mindentől, akkor egyszerre jobb lesz. Orbán Viktor fő ereje az, hogy ráérez az emberek a magyarok vágyaira, azokat próbálja kielégíteni. A valódi kérdés az, hogy lehet-e ezt az országot a magyarok vágyai alapján boldogítani. Lehet-e a nyugatos megoldásoktól elfordulva, a piacos megoldásoktól elfordulva sikeressé tenni? Nekem az az érzésem, hogy nem lehet. Ez akár nagyon gyorsan kiderülhet. Tehát a Fidesz megítélése épp forduló ponton van valószínűleg most. Nem véletlen, hogy a Fidesznek ilyen fontos volt az alkotmányozás, mert körülbelül sejthető volt, hogy ekkorra elveszik a többségi támogatást. Nem is tévedett Orbán Viktor, körülbelül az első húsvétre nagyjából meg is bomlott a támogatás. Szociális ügyekben is utcai rendezvények vannak, és ki tudja, mit hoz az ősz, és ki tudja, mit hoz a következő év. Ez az alkotmányos berendezkedés nem stabilizálja a Fidesz kormányt, hanem állandóan kikezdi. Ha egy új kormány vagy egy új többség keletkezik, akkor az állandóan beleütközik ezen alkotmánynak a szabályaiba, és akkor nagyon könnyen azt gondolhatja, hogy itt tényleg forradalmat kell csinálni, nem pusztán a fülkébe, hanem valahogy másként. A világban igen gyakran előfordul, sőt az a típusos, hogy a korábbi alkotmány szabályain átlépve van egy fordulat. Mi magyarok erről állandóan megfeledkezünk. A mi forradalmainkban, 48-ban is és 89-ben is jellemző volt, hogy az utolsó ancien rezsimi parlament szavazza meg az új berendezkedést. Na most nem ez a tipikus. A tipikus az, hogy a szuverén nép dönt, és a jogot nem a korábbi alkotmányból próbálja levezetni a saját legitimitását, hanem ebből a úgymond forradalmi lépésből. Hogyha nincs is forradalom, még akkor is így történik. Mikor a negyedik francia köztársaság megszűnik, akkor az nem a negyedik köztársaság alkotmányának szabályaival szűnik meg, hanem az új többség felhatalmazást kér egyszerű többséggel a negyedik köztársaság utolsó parlamentjétől az új alkotmány meghozatalára. Utána a néphez fordul, a nép ugyan 80%-kal, ami egy igen erős legitimációt rendel, elfogadja az ötödik köztársaság alkotmányát, és kész. Nincs kétharmados többség mögötte. Egy szóval, ez egy nagyon veszélyes út. Én nagyon nem örülök annak, hogy Magyarországon ilyen helyzet állhat elő, hogy aki ellenzék, az a rendszer ellenzéke lesz. Ez rettenetes konfliktusokat, a háborúnak a nem a békülés felé menő vitelét, hanem a kiéleződését hozhatja. Szerencsétlen franciák a francia forradalommal ráléptek erre az útra. Francia közjogászok máig vitatkoznak, hogy hány érvényes alkotmány volt Franciaországban. A szerényebbek 14-ről beszélnek. 14 rendszerről és 14 alkotmányról, akik tágabban fogalmazzák ezt meg, azok 18-ról. Ez rettenetes. 200 év alatt 18 alkotmány. Ez nagyon nagy instabilitást mutat, és nagyon nagy rettenetet hoz egy országra. Nagyon jó lenne, ha mi elkerülnénk ezt az utat. De a kormány többség kimondta ma a végső szót, megszavazta ezt az alkotmányt, rajta vagyunk ezen az úton. Hogy ebből a szabályhalmazból, amit most alkotmánynak hív az új kormánytöbbség, pontosan mi lesz, az igen nagy részt a magyar társadalmon múlik. A magyar társadalom a 89-es alkotmányt igyekezett lerontani, kádárosítani. Most nagy kérdés, hogy mit csinál a magyar társadalom ezzel a helyzettel. Rengeteg új dolog van Magyarországon. Alulról jövő mozgalmak csinálnak tüntetés sajtótörvényügyében, alkotmányügyében. Annyi alkotmányosságot fog kapni ez az ország, amennyit magának kiharcol, illetőleg amennyit a külföld, az Európai Unió elvisel. Mármint annyi alkotmányosság hiányt. Rajtunk fog múlni, mindannyiunkon fog múlni, és előállhat egy olyan helyzet, hogy 89-ben az ország azt mondta, hogy nem nagy érték a szabadság, ingyen kaptuk. Nem kellett érte megharcolni. Most, hogyha kiderül, hogy a szabadság érték, a jogállam érték, a jogállam kell a boldogulásunkhoz, a jogállam kell ahhoz, hogy korrekciókra kényszerítse a kormányt, hogy a kormányzati hibákat ki lehessen javítani, nem akkor, mikor már késő, hanem időben, esetleg Magyarországon kezd fölértékelődni az alkotmányosság gondolata, a szabadság gondolata, és az az elutasítottság, ami 2010-ben megvolt, talán megváltozik. Ez mind rajtunk múlik.
Azon múlik, hogy mit beszélnek azok, akik értenek ehhez a dologhoz, mit gondol a közvélemény, és egy hatalmas verseny indul el a lelkekért, a kormány körüli vitákért, ez mind-mind rajtunk fog múlni. Talán most az ország élni tud majd a lehetőségeivel. Sokkal kedvezőbbek a feltételek arra, hogy az ország megvívja a maga szabadságharcát. Nem a Varsói Szerződés, hanem az Európai Unió tagállama vagyunk. Egy lerontott, de egy alkotmányos berendezkedés működik Magyarországon. Azon múlik, hogy mit akarunk mi. Itt lévő magyarok, kívül levő magyarok, és akkora alkotmányosságot kapunk, amekkorát megérdemlünk. Köszönöm szépen!